Egy testvérpár és az egyikőjük élettársa vert át az egész országban embereket. Apró hirdetési oldalakon árultak a csalók olyan tárgyakat, amikkel valójában nem is rendelkeztek. Tabletek, horgászfelszerelések, régi diafilmek és gyerekjátékok is szerepeltek a kínálatukban. Sokan be is dőltek nekik. A kapcsolatot a vásárlókkal a hirdetéseket feltevő férfi tartotta, ennek során álneveket használt, illetőleg ideiglenes 10-15 percig élő e-mail címeket hozott létre, ezekkel tartotta a kapcsolatot, ezeken keresztül tartotta a kapcsolatot a sértettekkel. A pénzt előre utalva kérték, cserébe viszont semmit nem küldtek. A csalóbanda tagjai Dunaújvárosban élnek, de Tolna megyei áldozataik is voltak, ezért tárgyalják majd itt az ügyüket. A szexuális eljárási ügyészség 76 rendbeli szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett csalás vétségével vádolja a három személyt. Közülük a hirdető férfit, mint tettest, és a vádlott társait pedig, akik a számláikat rendelkezésre bocsátották, mint bűnsegédeket. A csalók közül ketten korábban már voltak büntetve. Az ügyészség most azt kéri a bíróságtól, egyikőjükre börtönbüntetést szabjon ki, a másik két tettes ellen pedig pénzbírság és közérdekű munka kiszabását indítványozza a nyomozóhatóság.